Állványépítés, kéményfalazás, ácsolt tetőszerkezet összeillesztése, vagy éppen a cserepek felhelyezése. Ilyen feladatokat kellett megoldaniuk azoknak a 6.-7. osztályosoknak, akik az épít ésszel elnevezésű pályaorientációs verseny döntőjébe kerültek. Érdekel ez a szakmaterület, és azért választottam, hogy mérnöki pályára szeretnék menni, és tovább szeretnék tanulni ott a Bécsen a Cipernoszkiba. Mondja a 13 éves Rozinger Péter, aki Siklósról érkezett. 2019 után ismét személyes részvétellel rendezhették meg a döntőt, tudtuk meg a kamara munkatársától. Az első fordulóban tesztet kellett kitölteni online, majd egy makettházat építettek a csapatok. Ezek után jutottak tovább a legjobbak. Összesen 36 csapat jelentkezett erre a versenyre, a második fordulóban 28-al jutottak tovább, úgyhogy 28 épületet és házikot kellett a zsűrinek nagyon szigorúan bírálnia, pontoznia, hogy ez a 10 legjobb csapat jusson tovább ide a döntőbe, úgyhogy rendkívül népszerű volt. Egyébként minden évben nagyon népszerű ez a versenyünk, de idén már nagyon szerettük volna a döntőt is, ezt az interaktív helyszínt is végre megrendezni, úgyhogy örülök, hogy sikerült összerakni. Biztos megélhetést jelent az építőipari szakmák művelése. Érdemes ezeket választaniuk a gyerekeknek, mondja a zsűri elnöke. Minden vállalkozásnak szinte nagyon sok munkája van, amivel mi küzdködünk a munkaerőhiány. Sajnos ez idáig az építőipari szakmákat kevesen választották. Voltak olyan szakmák, ahol egy évben senki nem jelentkezett. Ezért mi pár éve eldöntöttük, hogy létrehozzuk ezt az építésszel versenyt, aminek semmi más célja nincs, mint az általános iskolás gyerekeknek valami módon felkeltsük az érdeklődését az építőipari tevékenység, az építőipari szakmák iránt. Ezért játékos formában mutatják be az építőipari szakmákat. Jelenleg, aki szakképzésben tanul tovább, 100.400 forintos fizetést kap minden hónapban, mondja a zsűri szakmai elnöke. Az építésszel verseny döntőjébe jutott csapatok mindegyike kapott valami díjat, ajándékot. Közösen pedig tanulmányi kirándulásra utaznak majd Budapestre, ahol a parlamentet nézhetik meg a gyerekek.